Persze, jó az OCS. Jó az OCS, és szerintem jönni is fog. Mi ez az OCS? Az, hogy az egyik csapat mennyire egységes a másikra szemben. Ez valami sport? Bizony. Kaptam egy füles ütőt. Tudod, hogy 10 000 forint? Persze. Sima igaz. 10 000 forint érő? És mi van? Semmi. Már megvan minden, nem?
kapcsolatnak a legfontosabb része az a bizalom. De pont azért nem értem, hogy miért nem mondtad el, hogy látom magam. De nincs semmi. Minden? Nem tudom, csak láttam rajta valamit. Figyelj, nem teszek meg minden gyerekre? De. Sehol nem lennétek, hogyha én nem lennék. Jó, azt nekem nem lennék. Nem mondom el minden nap, csak így van. Érted? Jó, ezt mindenki tudja. Kicsit gondolkodó dolog, hogy amellett, hogy ennyi mindent megteszek, amellett megvádolsz, nem tudom mivel. Semmivel nem vádolsz. De mondod, hogy hát én érzek valamit, hogy a szenzoraid, de mi? Nem tudom, pont azért kérdezlek téged. Nem tudom, biztos hülyeség. Na, de. Jó, várjunk tőlük. És kérdezünk tőle. Jó? Képzelünk arról, hogy ha mondjuk ezt a jelenetet, ami majd bekövetkezik egy óra múlva, mondjuk szembesítésnek neveznénk, akkor kiderül, hogy mi Dórinak az igazi baja, kiderül, hogy hát ez a Lajos esetleg szintén nem túl megengedhető módon bánik a nevelt lánnyal. Ezzel még nehezebb helyzetbe kerül a gyerek. Mit gondolunk erről? Ha nekem van egy elképzelésem, hogy mi lesz? Hát 50-50, attól függ, hogy hogyan akar beszélgetni, és esetleg sarokban kényszerűen is kitör mondjuk, nem sírással, de az is lehet, hogy nem. A gyerek? Igen. Attól függ, hogy milyen lesz a beszélgetés folyamata. Én úgy képzelem el. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok múlik az anyán. Tehát, hogy ő fog, hogy fog reagálni. Tehát, hogy a gyerek mellé áll-e, vagy nem? Vagy ki mellé? Vagy a férfi mellé, vagy ő maga a férfi. De ha más sportolgatás van, akkor melyikre tennék? Hát, én nem tudom. Tehát, ha már az anya gyanakszik, akkor valószínűleg ő egy mellé áll, igen. Igen, olyan kérdéseket tesz föl, egy kicsit irányítja, hogy érez a lány, hogy mellette van, hogyha szint van. Tehát, hogy bármilyen jó pasi ez itt, ha a gyerekemről van szó, akkor anya tigrisé, hát most látszik is rajta, tehát a jelenetben, hogy azért kapott egy sugallatot. Hát azt igen, azt a jó. Most azt a függésbe tartja őket. Tehát annyiszor kiemeltek, hogy mennyit tartanak el, mindenetek meg van, én hozom a pénzt, meg senki vagy. Pedig ugyanúgy dolgozik az anya is. Csak 70.000 forintért ápolóan, így képzettük el. Ő meg ki tudja, milyen legális és nem legális. Mennyire félelmítette meg is a kislány? Mivel tartja sorban? Mert rendben elmondja anyának. Anyán úgyis kinek hisz, én vagyok a felnőtt, nekem. Én tartalak el. Tehát inkább valószínűsíted lesz. Ne legyen igazán. Igen, ezért mondtam, hogy az anyám múlik, hogy most igen. A saját félelmei által lesz vezérelve, hogy elvesztem mondjuk az egzisztenciát, apasik nem lesz már másik, stb. Vagy a lelkiismeretére hallgat és az alapvető értékekre, hogy a gyerekem mellé áll. Szóval esetleg mesélhetnétek, hogy az eddigi előadások, amik ugye szakértőknek az előadásai voltak, azok mit összegeztek. De a szakirodalom az általában arra lyukadt ki, hogy igazából a bántalmazott gyerek háztartásában a valószínűsíthető egy elkövető, még akkor is, hogyha nagybácsi és tempontot lakik, ami ugye már szintén látszott itt, és van egy ilyen passzív tettestárs, aki kussol, aki nem védelmez, de nem is támad, aki inkább így csinál, igen. Nem láttam, nem hallottam, nem tudok, ó, hát biztos félreértettem valami, és akkor a szörnyeg alá jól besöpörjük, igen. Úgyhogy, hát mi sem tudunk igazából más tenni, mint hogy ilyen élő felkiáltó jeleket raktunk ki. De a mai nap összegzése képpen, hogy hova lehetne eljutni?
Vagy van-e valami olyan új dolog, ami kiderült? Azért engem érdekel, hogy zárul a teljes nap ebben az agresszió témában. Hát ez, szerintem, hogyha ezt nem talál rá alkalmat az a régen bántalmazott és ma már felnőtt kisgyerek, vagy felnőtt arra, hogy ezt feldolgozza megfelelő keretek között, akkor nagy a valószínűsége, hogy ez a lánc folytatódik tovább, és tovább adjuk ezt a sérültséget és agressziót. Ha van arra módja, hogy meggyászolja ezeket a dolgokat, feldolgozza, akkor arra is van esély, hogy teljes életet éljen, és ezt ne csinálja ő. Sok mindenkivel vitatkoztam például azon, hogy például az alkoholista gyereke kell-e, hogy alkoholista legyen. Hát én azt gondolom, hogy nem. És ha mégis, akkor a mintaadás miatt, hogy mérges vagyok, jó kedvem van, semmi bajom, akkor ezt látja a gyerek, de nem azért, mint hogyha a genetikában lenne bármi, én nem hiszek abban, hogy van ilyen, hogy alkoholista gén, meg bántalmazó gén, meg agresszió, az mindannyiunkban van. Egyrészt azt gondolom, hogy az nagyon jó, és itt is gratulálok, hogy egyáltalán ezt felvetettük, meg témaként előjött, és hogy minél többet beszélünk róla, azért az sokkal jobb, mint hogyha még így társadalmi szinten is a szőnyeg alá söpörjük. De közben meg kell mondanom, hogy mindenhonnan látjuk az agressziót. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg muszáj magunkban valami tolerancia faktort fejleszteni, mert nem hiszem, hogy az a válasz az agresszióra, hogy én is legyek agresszív. Tehát akárkivel kapcsolatban. Akár máson verjen le, vagy rúgjak a kutyába azért, mert a BKB ellen bunkó volt, vagy szóval, hogy tovább adjuk így az agressziót. Hát én azt gondolom, hogy ez így nem lenne olyan nagyon jó. Ezt üzenem azoknak is, akik most mégse jöttek el, lehet, hogy azért nem, mert lehet, hogy túlérzékenyen érintette volna ez a téma őket. Még azért azt elmesélem, hogy mivel párterápiával, meg szexterápiával foglalkozom, nem csak kamaszokkal, hanem felnőttekkel, volt olyan élményem, tulajdonképpen nem is egyszer, hogy jött felnőtt, egy felnőtt nő, képzeljük el, van két gyereke, jó párlása, férje, diplomája, mit tudom én, és akkor jön és azt mondja, hogy hát ez nincs orgazmusom, hát nem tudom, hogy az hogy kell, de félek, hogy a férjem azért fog elhagyni, vagy megcsalni, vagy mindkettő, mert hogy valahogy erre képtelen vagyok, és nem akarom őt vádolni, hogy ő az ügyetlen, vagy valamit nem jól csinál. És akkor azt mondja nekem ez a felnőtt ember, egy nő, hogy szerinted, Júli, az nem lehet, hogy engem bántalmaztak gyerekkoromban, és ezért én nekem nem fejlődött ki ez az örömérzet, és nem fejlődött ki az, hogy én nekem orgazmusom legyen, vagy hogy néha még azt is megkaptam, hogy frigid vagyok, és hogy nem lehet ez attól, hogy engem bántalmaztak. De nekem erre van azért válaszom, de érdekel, hogy ehhez most így rövid ha első hallásra ki, van-e valamilyen véleményünk, vagy mondtok-e erre valamit? De lehet. Hogy nem, persze, hogy lehet attól. Mitől? Hát a kérdésre válasz, hogy igen, lehet. De nem én kérdeztem őtőle. Ő kérdezte én tőle. Értem. De a kérdés az nem úgy szólt, hogy Juli, engem bántalmaztak, vesző. Lehet-e, hogy ezért felnőtt koromban nem vagyok olyan jó a szexben? Nem így hangzott el a kérdés, akkor én mondtam rosszul, vagy lehet, hogy félreérthető volt, de még egyszer elmondom. Nem lehet-e, hogy az a orgazmus készség hiány, amiről hát persze lehet, hogy csak hazudozik a többi nő. Tehát azért az sem mindig úgy van, hogyha 6-8-an összejönnek és nagy a szájuk, hogy az majdnem ugyanúgy megy, mint a férfiak között, de mégsem így, hogy ekkora halat fogtam és ennyi nőt, és ennyi ideig tartott az erekció, és különben is nekem 13 centi vagy 23 centi. Tehát ez a férfi
számmisztikus teljesítmény központú őrület, ez is egy más téma, hanem hogy nem lehet-e, hogy ez a megoldása. Tehát jó, a bántalmazás 4 évesen volt? Nem. Aha. Tőlem kérdeztem. Na hát mindegy, én azért most ezt csak azért mesítem, hogy milyen érdekes a pszichológus élet. mert én nem tudtam, hogy most kiabáljak, vagy rövjek, vagy sírjak, vagy mit csinálják. Tehát azért én azt mondtam erre, hogy azért azt mégiscsak, ha te nem tudod, akkor veled ilyen nem történt. És az, hogy az idióta amerikai filmekben minden harmadik kriminek az a végül, hogy börtönök bántalmaztak kiskorokban, tehát azért nem úgy van az, hogy mindenkit bántalmaznak kiskorában, és akinek valamiféle baja van, az azért van. Tehát attól, hogy látok filmet a bántalmazást, attól még nem lesz rosszabb az orgazmus készségem. És főleg nem hiszek az ilyen tudatalatti ízé, tehát azért 150 éve Freud után ez nem egészen úgy van, hogy el lehet folytani. Ezt nem hiszem el. Tehát ez nem egész úgy van, hogy lehet, hogy engem valaki megerőszakolt, csak pont nem figyeltem volna, azt sem tudom. Tehát ez nem így történik. Tehát nem én fogom neki megmondani ezt, mint aki előkapja a nyuszit a kalapból, de lehet, hogy ő tudna olyan pszichológust is fizetni, akinél ezt kapja, hogy na, rájöttem. Hát akkor menjen oda. Hát én most ezt csak így, mint sztorit meséltem, vagy ilyesmi.